Nos, itt vagyunk az Általéren. Találtunk egy szakaszt, ahol mind a hárman elférünk, és mind a hárman különböző szerelékekkel és botokkal próbálkozunk, hát ha szerencsével járunk. Azért mutatom magam, mert én vagyok a legfölül. Ugye? A kedvenc pici botom. Az enyém. Nem baj, a Bálinté, de amúgy az enyém. A Picker, Nexave Picker, Winkly Picky. Bálint, ő spitzbotozni próbálkozik. 8 méteres? 8 méter. Várja, nem látok el odáig. 8 méter. Nexave. Ugye? Nem tudom, mennyire látszik. Laci pedig bolonyaizik ott a háttérben. 5 méteres. Ugye 6 méter hiperloop. 6 méter hiperloop. Na, halljátok. Nagyon az egyes végszerelékeket. Most nem járunk még ott. Nagyon szép időnk van. Amúgy nagyon-nagyon szép az idő. Süt a nap, 1000-rel, 10 fok körüli a hőmérséklet, és gyönyörű ez a hely még mindig. És olvad a hó. Ez látszik abban, hogy egyre több a sár, persze mi is a sár legkellős közepében átcsorgunk amúgy. Na, meséljél a végszerelékedről, mester! A végszerelékem 3 grammos Széria Walter úszó. 3 grammos Széria Walter úszó. Ami ide talán kicsit luxusnak is számíthat, lakadókat tekintve, mivel nem egy olcsó valami. Egy főólom, főolmozás, ez körülbelül egy olyan 2,75 gram, 0,25 gram pedig jelző ólomként. Ez most ebből sok nem látszik, igen. Itt van a jelzőolmom. Nagyon nagy. A horgom, gamakacsú, 1810B. Nem mocorogjál ennyit, mert nem tudom fölön. 1810B. Gőzöm nincs hanyas, egy elég nagy. Igen, és az úszót pedig a... A Széria Walter. A Széria Walter, megnézzük kicsit bevált. Közelebbről, remekül bevált, pici aranyos. Hát nem pici, 3 gram az elég sok, mert... De van a víznek egy enyhe folyása, éppen ezért szükséges lehet egy nagyobb olmozás kezdni. A szerelékem elég durva szerintem, 16x14-ben horgászom. Várom a belső pontyokat, amik elméletileg itt vannak. Elég sokat telepítettek ebbe. Hát, egyelőre még kapásom sincs, de... De majd lesz! Lesz, az biztos. Laci éppen kinyomja a szemét. Már nem. Laci egy 3 grammos Clarusso, hogy hívják, golf? Igen. Clarusso golffal horgászik. Csak az ő végszereléke 14x12-es, ugye? Mennyi? 14x12-es. Igen. 14x12-es. A horga is kisebb, szerintem jóval, mint az enyém. Jó a kisebb. Ja, mondom a horog típusát. Gamakacsú. Elbújt a fák között. 1050N-es. A medve kinézett, a medve. Gamakacsú 1050N-es. Igen. Hanyas méret? 10-es. 10-es. Nem, 14-es, bocsánat. 14-es. Jó. Hát ide is megkérdezem, hogy tőled a végszereléked. Hát elejlettem, áú! El akarják venni a kamerámat! Kedves Judit, mi az ön végszereléke? Hát az én végszerelékem egy nagyon aranyos csepp... Hólom 15 grammos, 10 grammos. Te most mit beszélsz helyettem? Na mindegy, a lényeg az, hogy nem fix. Csúszós? És nagyon csúszós, és nagyon picike kis horog van a végén. Fogalmam sincs, hogy hanyas, de nagyon picike. Nagyon 12-es. Gondolom igen, mert nagyon-nagyon kicsike volt, és nagyon kis, finom és szép. Laci éppen etet. És megy az etetés. Laci etetését figyeljük, még egyet dob szerintem. Igen. Dobsz még egyet? Igen, de dobok. De a sárba kakicska. Oda beeteted szépen. Bízzuk, hogy ide állnak a halak. Visszaadom Juditnak a kamerát. Köszönöm. Letetni,
Alig látszik a botom. Annyira alig látszik. Ott van valahol a spic. Ott. Öt. Beleolvad a környezetébe, látszik, hogy ez a bot, ez ide való. Na, a mesteretet. Oh. Szépen dekoncentráltan etetek. Annyira bebírom dobni. Szép dekoncentrált etetés. Össze-vissza. Köszönöm, finom. Csontiból. Mi az, mi az? Kicsit a... már lejárt a szav ideje, jó. Ráhúzom az etetésre. Na, itt most nagyon nem történik semmi happening, ezért lerakom, mert nézni kéne néha az én botjaimat is. Ha jól megnézitek, ez az etető anyagos doboznak a teteje, kiszöktek a csontik, indikár van. Mennek mind jobbra, habár itt néha megfordulnak. De megy ám a küzdelem, kicsit rázolom. Közben váltottam végszereléket. Jó, az nem érdekel a végszereléked, most a csontik érdekelne. Mert ez most tetszik. Ki lesz az első, lehet fogadni? 18-as horogra váltottam. Na, jövök. 18-as horog, 8-as előke. Ennél vékonyabb cuccom nincs. De a probléma sajnos nem lesz, hanem hogy nincsenek itt a halak. Valóban. Görög volt a falóban. Meg kéne találni. Még mindig. Én már gilisztát raktam föl, hát ha egy harcsa megtámad, de nagyon-nagyon szép idő van. Valahol egy helyben vannak egy nézetvételemben. Feljebb vannak szerintem. Vagy az lejjebb van pontosabban. Arra fele vannak, ne szövegelj. Jó, a szél beindítja valamit. Mester. Ez egy természetfilm lesz. Sára Sándor. Annyira szép. Mohásfa. Nincs sárfény.